Hát itt körülnézünk, nyilvánvalóan nem ez a legszebb terep Budapestnek, mégis én legalább három szálon is kötődök hozzá. Az egyik az, hogy talán 100 méterre ide a Szent Ágotai-féle Sote egyes anatómia intézetben kezdtem a tudományos pályafutásomat, tudományos diákkörösként. Ott értek életem első igazán nagy élményei, felfedezések, kutatási területén. A másik az, hogy ezen a téren került elhelyezésre Szent Ágotai János szobra, most itt a Sote új elméleti tömbje előtt, és nem akárkivel együtt, hanem a 20. század első felének legnagyobb agykutatójával, Santiago Ramón y Cajallal együtt, ahogy mintha egymással vitatkozva, egymásra tekintve állnának itt ezen a téren, amit a 9. kerület Szent Ágotai János térnek nevezett el nem is olyan régen. Ebből az alkalomból került ide ez a két szobor. A harmadik, ami miatt nagyon kedves nekem ez a tér, az az, hogy szobrász végzettségű leányunk készítette mind a két szobrot. Másodévben kerültem Budapestre, az 5-ös Loránd Tudományegyetemre, de diákkörözni a Sotéra jártam, mert azt tanácsolták nekem, hogyha tényleg magas nemzetközi szinten szeretnék agykutatással foglalkozni, akkor az a Szent Ágotai féle intézet, a Sote Anatómia Intézete. És ott is kezdtem el, Somogyi Péter biológus mellett, de a csoport vezetője Szent Ágotai volt, és később, mikor Somogyi már külföldre ment, akkor a kandidátusi aspirantúrám témavezetője is Szent Ágotai volt. A munkahelyem az itt van a Szigony utca, Ülői út sarkán, Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete, és hát a Semmelweis Egyetemmel máig is 1000 szálon kötődünk az intézet szintjén, ugyanúgy, mint én személyesen is. Gyakran járok ide az elméleti tömbbe találkozni különböző kutatókkal, dékán úrral, tanszékvezetőkkel, professzorokkal, tudománypolitikáról és egyéb kérdésekkel ről tárgyalni, úgyhogy szinte minden héten átszököm a kokiból ide, ez egy kb. 5 perces séta. Hát az intézetünk az pont a 8-9 kerület határán van, az Üllői út mentén, és itt az Üllői út mentén azért még viszonylag békések a viszonyok, tehát itt azt hiszem, hogy éjszaka is még bátran kimer menni az ember az intézetből. Kicsit beljebb a 8 kerületben már nem annyira, itt a 9. kerületben azért a rehabilitáció már olyan szinten áll, hogy tényleg egyre gyönyörűbb lakókörzetek vannak. A 8. kerületben is a Corvin Szigony Project, az már úgy félig meddig készen van. Szigonyig még nem értek el ugyan, de jó tempóban haladnak, és szerintem a 8. kerületnek ez a része is gyönyörű lesz. Itt ezen a téren két világnagyság áll egymással szemben. Ezt minden magyar agykutató, de nem csak magyar, kérdezzünk meg bárkit a világon, aki élvonalba tartozó idegtudós, ennek nem fog ellent mondani. Inkább azt gondolhatják esetleg, hogy miért nem egy ennél mondjuk 10-szer nagyobb teret neveztek el Szent Ágotairól, de most ez adatott, és ez tulajdonképpen itt van közvetlenül a gyönyörű szép új egyetemi elméleti tömb előtt. A helye így abszolút indokolható. Talán egy kicsit, hogyha a 9. kerület jobban karban tartaná, jobban megbecsülni ezt a teret, és ezen keresztül Szent Ágotai Jánost, az esetleg jó dolog lenne. Én nem hiszem, hogy szubjektívnek mondhat nekem bárki is, ha azt mondom, hogy Budapest az tényleg a világ legszebb fővárosa. És boldogan, örömmel viszem körbe mindig külföldi professzor látogatóimat, hogy ismerkedjenek ezzel a várossal, mert tényleg csodálatos a történelme, csodálatos az építészete. Nem is kell okvetlenül várba menni, vagy nem tudom én, különböző nevezetességeket nézni, az is elég, ha végig sétálunk a Nagykörúton, az Andrássy úton,
és itt tényleg minden egyes ház egy külön-külön kis ékszerdoboz. És hát persze, ha felmegyünk a várba, és elviszem a kollégáimat mondjuk a Nemzeti Galériába, akkor a döbbent csend van, mert hogy el nem tudták volna képzelni, hogy van a világon egy ország, amely ilyen képzőművészete van, és ez egy csodálatos érzés számomra. Tehát ezt általában nem ússzák meg a látogatóim, hogy oda el ne vigyem őket.